Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mai beszélgető partnerem Petrov Iván, sportért felelős polgármesteri biztos Győrvárosában, a győri úszóese vezetőedzője és az utánpótlás úszóválogatott szövetségi kapitánya. Iván, hogyha beleegyezel, akkor én örülnék neki, hogyha végigszaladnánk ezeken a pozíciókon, a munkáról beszélgetnénk egy kicsit, amit ezeken a helyeken végzel, illetve hát azokról a sportolókról, akivel kapcsolatban vagy. Jó lesz így? Tökéletes, tökéletes, köszönöm szépen. Akkor én azt mondom, hogy kezdjünk a győri úszóesével, illetve az ott sportolókkal. Mi a helyzet nálatok? Tudtok-e edzeni? Hogy éltétek meg ezt az elmúlt 2-3 hónapot? Hát nem mondok el nagy újdonságot azzal, hogyha az elhalasztott olimpia volt a legnagyobb sok minden versenyzőnek, aki erre készült. És tulajdonképpen azóta csak figyeljük a bejelentéseket. Mi relatíve későn zártunk be, március 26-án volt az utolsó edzésünk a medencében, és tulajdonképpen 2-3 hete jutott meg a medence az igazolt sportolók előtt. Ugye volt ez a május elején ez a kormányrendelet, ami engedélyezte az igazolt sportolóknak az edzést, és ezzel éltünk. Ilyen szempontból azért szerencsések vagyunk a többiekhez képest, de egy picit visszakanyarodva az elhalasztott olimpiához, azért azóta gyakorlatilag az idei évre minden úszó eseményt lefújtak. Tehát a versenyzőknek nincs igazán mire készülniük, és így nagyon nehéz azt is meghatározni, hogy most mit csináljunk. Te hogy érzed, az idősebb versenyzők azok, akiket ez mélyebben érintett, vagy éppen a fiatalok? Hát mindenkit egyaránt, hiszen ha most azt mondom, hogy nálunk csak a mi klubunkban van 3 olyan versenyző, aki az Egyesült Államokban folytatja a karrierjét ösztöndíjjal, nyilván ők szépen szerették volna lezárni ezt az idei évet, az utolsó magyarországi évüket. Van, aki IFI Európa bajnokságban gondolkodott, és van, aki majd csak a magyar bajnokságban, nagy idézőjelben, csak a magyar bajnokságban. Most ez nem adatott meg nekik, tehát nyilván ők ezt bepótolni már soha nem fogják tudni, mert szeptembertől mindenképpen elkezdik az egyetemet. Nekik ez egy nagy sok. De persze az idősebb versenyzők, akik pedig az olimpiában gondolkodtak, ők azért már december 21 óta edzenek megállás nélkül, illetve edzettek megállás nélkül, és a karácsonyi szünetük is ráment erre a felkészülésre. De azért mindenkinek azt próbáltam mondani, aki a mi csapatunkban van, sőt azzal is, akivel tartotta meg a kapcsolatot, hogy azért vannak ennél nagyobb és húsba vágó problémák is jelenleg az országban, illetve a világon. Tehát, ahogy azt a Jakabó Zsuzsanna fogalmazta meg, hogy tulajdonképpen van, akinek jó ez a döntés, és van, akinek rossz. És az, hogy ki melyik csoportba tartozik, az mindenki maga dönti el. Én abszolút így gondolom, és így is próbálok kommunikálni a versenyzőkkel. Tehát, hogy az hogy ezt a döntést hogyan fogadják el, ez csak rajtuk múlik. Nem tudom, mennyire értesz velem egyet, szerintem sokkal súlyosabb az utánpótlás világversenyeknek a halasztása, méghozzá a korosztályok miatt, illetve amiatt, hogy így aztán bizonyos években született versenyzők kicsúsznak a saját korosztályos utánpótlás versenyükből, ahol egyébként megszerezhetnék azt az önbizalmat, amivel a felnőtt létbe utána tovább lehetne menni. Hát ez abszolút így van, és megint csak visszacsatolnék a jelenlegi 18 éves fiúkra és a 17 éves lányokra. Tehát azért országos szinten is több olyan versenyző van, aki az amerikai egyetemi ösztöndíjat célozta meg idén, és még egy IFI Európa bajnoksággal szeretett volna búcsúzni, nem is beszélve egy esetleges hazai Európa bajnoki szereplésről. Hát nem tudják ezt már bepótolni ők, és akkor a még fiatalabbaknál pedig nem tudjuk azt, hogy hány olyan serdülő gyerek van, aki idén robbant volna be az úszómezőnybe. Mint ahogy berobbant annak idén Milák Kristóf vagy Kenderesi Tamás egészen fiatalon, úgy szólván a semmiből.
hogyha az olimpiát, az elhalasztott olimpiát nézzük, illetve a magyarországi elhalasztott, a budapesti Európa-bajnokságot, akkor azért annyi pozitívum van a dologban, hogy a jövő évi felkészülés tulajdonképpen egy kopírozása lehet az ideinek, ami lehetett volna annál fogva, hogy Európa-bajnokság, aztán majd olimpia, tehát legalább ebből a szempontból az a nagyon szigorú rendszer, amiben a magyar úszóedzők dolgoznak, egy kicsit talán könnyebben követhető. Igen, hát ugye Magyarországon van egy 20-30 olyan kiváló úszóedző, aki már egy Európa-bajnokságig, világbajnokságig el tudott kísérni egy versenyzőt. Ők mind tudják azokat az edzés elméleti alapokat, aminek mentén haladunk. Tehát tulajdonképpen ez csak matematika, hogy most eltolták az olimpiát. Tehát abszolút nem okoz problémát a magyar edzőknek hogy ezt belőjék. Persze az, hogy az Európa-bajnokságnak, a májusi Európa-bajnokságnak ki milyen prioritást ad, az nagyban függ a versenyző, az adott versenyző céljaitól. Na most itt egy jósolnom kellene, azt mondanám, hogy az Hosszú Katinkának biztosan nem az lesz az év főversenye, de Milák Kristófnak vagy Kenderesi Tamásnak sem, viszont lesznek olyan versenyzők, akiknek érdemesebb az Európa-bajnokságra készülni, hiszen ők esetleg az olimpián a világ legjobbjaival legfeljebb a helytállásért küzdhetnek, a tisztes helytállásért, míg egy európai mezőnyben akár egy éremre is odaérhetnek. Most ez az idézőjele magyarországi második vonal, hiszen Magyarországon az úszók második vonala is azért top 16-os versenyző a világon. Azt nyilatkoztat, hogy ez a helyzet okozhat majd olyan problémákat, hogy bizonyos fiatal versenyzőknek a karrierje ettől a problémától derékba törhet. Meg lehet ezt valahogy akadályozni? Van erre ellenszer? Hát a feltételes módot azt el is hagynám. Tehát ez okoz olyan problémákat, és igenis abba hagyják gyerekek az úszást. A legjobb ellenszer pedig az lenne, hogyha lehető legtöbb önkormányzatban azt mondanák, hogy akkor megnyitjuk az úszodákat a sportolók előtt, hiszen ennek jelenleg semmiféle törvényi akadálya nincsen. És mégis nagyon sok olyan megyejugú város, nagyon sok olyan város van Magyarországon, ahol nem tudnak edzeni ezek a gyerekek, akik az életüket feltették arra, hogy ők klasszis úszókká cseperedjenek. És ez megint csak az amerikai ösztöndíjról beszélek. Tehát ez nem csak arról szól, hogy ők majd egyszer 18-20-25 éves korukban egy világversenyen szerezzenek egy érmet, legyen az EB vagy olimpia, de ez arról is szól, hogy ezek a gyerekek olyan képességűek, hogy a világ legjobb egyetemeire be tudnak jutni sportösztöndíjra, például a Stanfordra. Ezek most el fognak veszni, és ha nem nyitják meg minél hamarabb az úszodákat a különböző vezetők, városvezetők vagy sportvezetők, akkor bizony tőlük elvesznek lehetőségeket. Akkor át is vezetted tulajdonképpen a beszélgetést arra a részre, amit a sportért felelős polgármesteri biztosként szerettem volna veled folytatni. Mi az, amit te a városnál ezzel kapcsolatban dolgozol? Mit látsz? Milyennek látod a jelenlegi helyzetet? Mert az önkormányzatok szempontjából is azért nagyon sok minden megváltozott sajnos az elmúlt 1-2 hónapban a vírus hatására. Hát természetesen sok minden megváltozott, de azért itt egy koordinációs szereplő is szó van. Azt, hogy azokat az erőforrásokat, amik a város összes egyesületének a rendelkezésére állnak, azokat valamilyen módon próbáljuk meg összehangolni. Legyen az egy teljesítménydiagnoszta, egy gyógytornász, vagy bármelyik szponzoráció, amelyik az adott egyesület mellé állt, és próbáljuk meg a lehető leghatékonyabban felhasználni azokat a külső forrásokat, amiket már bevontunk, és amiket a jövőben megpróbálunk bevonni. Ugye itt vannak működési támogatások, és persze vannak infrastruktúrális beruházások is. Én azt gondolom, hogy ez nyilván a koronavírus némileg derékba törte ezt a dolgot, de hát nem tekinthetünk erre hátrányként, ez mindenkit érint, és előnyt kell belőle kovácsolni azzal, hogy minél hamarabb újra kell indítani az életet a városban, minél hamarabb el kell kezdeni az egyesületeknek a működést, és minél hamarabb vissza kell térni az egyesületeknek arra a taglétszámra, amivel a járvány előtt dolgoztak. Egyébként ez nálunk már el is indult, és ez is volt a cél, hogy minden olyan törvényszabályozást betartva, ami a COVID-19-hez kapcsolódik, próbáljunk meg a lehető leghamarabb életet lehelni a győri sportéletbe, hiszen ha téthatjuk mi a működését, vagy
gátolhatjuk ezzel azzal, de ezzel legfeljebb csak elodáznánk a problémát, és kivéreztetnénk az egyesületeinket. Már a vírus megjelenése előtt is meglehetősen határozott véleményed volt arról, hogy mi az élsport, és mi nem az élsport, és itt most biztos tudod, hogy arra nyilatkozatodra gondolok, amikor a győri labdarúgással kapcsolatban nagyon éles hangon szólaltál meg. Mi az, amit a vírus helyzet ebből a szempontból változtatni tudod, ha változtatod bármit is, mert azért ez meglehetősen szokatlan hang volt, amit megütöttél ezzel kapcsolatban a városi sport kapcsán. Hát most ez egy magánbeszélgetés kiragadott részlete volt, és hogyha én magam is kiragadnék részleteket abból a magánbeszélgetésből, akkor lehetne belőle jó pár cikket írni. Én ezt nem teszem. Talán azzal senki nem vitatkozik, hogy a másodosztály ez nem első. És azért a sport ugyanolyan szinten, mint a kultúra, hogyha valaki a legmagasabb szinten szeretné azt művelni, akkor egy nagyon komoly áldozatot igényel. És ebben benne van például a hajnali edzéseknek a rendszeres gyakorlása. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik csillogó szemmel bemennek egy stadionba, vagy egy uszodába, az általuk elképzett példaképpel a lelki szemeik előtt, gondolok itt akár Cristiano Ronaldóra, akár hosszú Katinkára, azok igenis mindent meg akarnak és meg fognak tenni azért, hogy elérjék a potenciáljuk maximumát. De ha egy közösség, legyen szó egy klubról, vagy akár csak egy edzőről és a csapatáról, nem hisz ebben, nem tudja elhinni azt, hogy oda lehet juttatni embereket a világ tetejére, akkor ott nem tudunk ilyen sportról beszélni. Iván, te, aki most nagyon mélyen belelátsz egy városnak a sport életébe, ugyanakkor nagyon jól ismered az úszóknak a helyzetét, utánpótlás szövetségi kapitányként, és hát a nemzetközi helyzettel is tisztában vagy lévén, hogy járod a világot a saját versenyzőiddel is. Te mit gondolsz, mi az, ami fő változás lesz ezután, a járvány után, ezeken a területeken, ha úgy gondolod, hogy lesz ilyen? Hát ez egy jó kérdés, hogy mi lesz a változás, és hogy merre megy tovább majd a világ sportja, illetve hát persze azon belül Magyarország sportja. Nyilván nem szeretnék csatlakozni a 10 millió virológushoz itt az országban, de azért a számok mindenképpen azt mutatják, hogy nagyon jól sikerült, és mindenki komolyan vette ezt a járványügyi védekezést, és bármilyen nemzetközi összevetésben Magyarország az élen áll. És ebből egy olyan helyzeti előnyünk van más országokkal szemben, amit ki kell használni. És nyilván ez minden szinten meg fog mutatkozni. Megmutatkozik egyrészt abban, hogy a versenyzők sokkal kevesebbet hagytak itt például. Sokkal kevesebb edzést hagytak ki Győrben, mint mondjuk Olaszországban, vagy Spanyolországban. És az egyesületeket is sokkal kevésbé érintette meg ez a dolog, mint esetleg egy másik országban. Ebből előnyt kell kovácsolni, és azt gondolom, hogy előnyünk is lesz, hiszen amire minden szükségünk megvan, hiszen az olimpia itt van a nyakunkon. Jövő nyáron Tokióban már a legjobb formát kell hozni mindenkinek. Legyen így, és azt kívánom neked, hogy minden területén az életednek és a munkádnak, amikről itt beszélgettünk, legyetek nagyon sikeresek, mert azt hiszem, hogy ennek nagyon örülnének a szurkolók. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott. Viszontlátásra, viszonthallásra!